Magyarok kenyere program több száz tonna búza gyűlt össze. Kürtös kalács az év felfedezettje a strandétel versenyen. Rock Balaton 4 nap 16 koncert. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Már több száz tonna búza gyűlt össze Kárpát-medence szerte és a diaszpóra közösségekben is az idei Magyarok kenyere programban. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét ezúttal a Somogy vármegyei Somogyváron tartották. Az eseményre határon túli gazdák is érkeztek. Beszédében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a program fővédnöke kiemelte. Magyarország azon országok közé tartozik, amely nem csak magát képes élelmiszerrel ellátni, hanem még egy magyarországnyi embert. Somogyi és más vármegyei vezetők, határon túli gazdálkodók és civil szervezetek képviselői öntötték össze jelképesen a Kárpát-medencében gyűjtött búzát Somogyváron. A 14. Magyarok kenyere 15 millió búza szem nevű program célja idén sem lesz más, mint hogy a több száz tonna gabona adománnyal támogassák a határon inneni és túli rászoruló magyar közösséget a gazdák. Mi minden évben, amióta lehetőség van a Magyarok kenyere programjába adományozni, adományozunk egy-két zsákkal, egy kis családi gazdaság vagyunk Szent Balázsról, innen Somogy vármegyéből, és azért gondoljuk fontosnak az egész családunk ezt az adományozást, mert tudjuk, hogy nagyon jó helyre kerül. A Magyarok kenyere programban benne van minden, ami a magyarság szívében él. A hit, a kultúránk, a szeretet és az önzetlen segítő szándék. Erről már az agrárminiszter beszélt. Nagy István hozzátette, a búza összeöntés ünnepe azokról az értékekről szól, amik erőssé tesznek egy nemzetet. A mai ünnep az összefogásról, az összetartozásról, a hűségről, a kultúra és a történelmi hagyományok tiszteletéről szól. Azokról az értékekről, amelyek erőssé tesznek egy nemzetet. A miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, amely nem csak magát képes élelmiszerrel ellátni, hanem még egy magyarországnyi embert. Gulyás Gergely szerint Magyarországnak a 21. században is szüksége van erős mezőgazdaságra. A magyar jelen és jövő egyik legnagyobb és legfontosabb kérdése éppen ezért, hogy lesz-e új nemzedék, hogy legyen gazdálkodó új nemzedék. Lesznek-e olyanok, akik azok helyére állnak, akik most viszik a vállukon a mezőgazdaságot, és akik vidékfenntartó és nemzetmegtartó küldetést vállalnak. Idén több mint 80 karitatív szervezet kap támogatást, ami lehetővé teszi számukra, hogy élelmiszercsomagokat állítsanak össze a rászoruló családoknak, valamint oktatási intézmények, gyermek és idős otthonok mindennapi működését támogassák. Hetek óta egyre fokozódik az aszály Magyarország nagyobb részén, a kukorica és napraforgó állományok egyre több felé kényszerérésben vannak és száradásnak indultak, de egyelőre nem várható számottevő eső, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben nagyobb részt száraz volt az időjárás, az érkező gyenge időjárási frontok csak kis területre, délnyugatra, nyugatra és északkeletre hoztak számottevő csapadékot, helyenként 20-30 mm, de az ország jelentős része szinte teljesen szárazon maradt. Az elmúlt 30 nap csapadék összege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 mm-es a hiány. A talaj felső félméteres rétege az ország túlnyomó részén rendkívül száraz. A vegetáció bő két héttel előrébb jár a fejlődésben a szokásosnál, amihez a szántóföldi kultúráknál még az aszály is hozzátesz a kényszerérés miatt. A napraforgó elvirágzott, és a kukorica is egyre több felé szárad, elkezdődött az érés folyamata. Bár égető szükség lenne az esőre, sokfelé már egy kiadós csapadék sem segítene az állományokon. Az öntözés nélküli állományokban igen gyenge termésátlagok várhatók, írták.
A kiadó ingatlanok piacának csúcs szezonja augusztusra és szeptemberre esik. Évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A felsőoktatási tanév kezdetével lassan elfogynak a kiadó albérletek, ezért nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályait. Olvasható a Nemzeti Adó és Vámhivatal ingatlan kiadás szabályairól szóló sajtó közleményében. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%, olvasható a közleményben. Hétféle ízvilágú kürtös kalács kóstolható a Siófok szabadi fürdőn található Júlcsi kalácsodában, amely idén az év felfedezettje díját vehette át az év strandétele versenyen. Dobrondi Julianna és Látrányi László eredeti erdélyi receptje alapján készíti az édességek tésztáját, de rendhagyó sós kürtös kalács is sül náluk szalonnával, sajttal. Egymás után készülnek a kürtös kalácsok Júlcsi kalácsodájában, Siófok határában. Minden a jó tésztával kezdődik. Bedagasztunk, utána ki van mérve, hogy mindenki egyforma méretet kapjon, és akkor hagyjuk kelni még. Utána jön a sütés, a nyújtás és a sütés. Julianna és László erdélyi recept alapján készíti a kürtös kalácsokat. Nem csak mondjuk, hanem eredeti erdélyi is, mivel a páromnak a nagymamájának a receptjével dolgozunk, aki Erdélyből származik, és a nagymamája szintén erdélyi volt. Ebből a receptből, illetve ez a recept alapján készítjük az összes tésztánkat. A sós tésztát azt mi fejlesztettük ki, mi annyiban különbözik az édestől, hogy nem tartalmaz semennyi cukrot, csak só van benne, illetve ugyanúgy a többi hozzávaló, ami az édes tésztához tartozik. A liszt, a tej, a tojás és a vaj. Hétféle ízzel dolgoznak, így kérhető mákos, kakaós és fahéjas finomság is, de különleges málnás is kapható. Ez egy liofilizált málna. A liofilizálásról annyit kell tudni, hogy ez egy fagyasztva szárítása a folyamat lényege. Mínusz 140 fokon fagyasztják a málnát, vákummal szívják ki belőle a nedvességet, és ezáltal megmarad neki a színe, íze, valamennyi vitamin, meg ásványi anyag is, viszont az illata, amikor a friss, forró karamellre rászórjuk, teljes mértékben vissza tudja adni az eredeti illatát neki. A kalácsoda különlegessége a sós tésztájú kürtös kalács, amire sajt és szalonna pirul a faszénen. Ezzel sok vendég még barátkozik, hiszen ha kürtös kalács, akkor még mindig az édes ízvilága népszerűbb. A kisfiam nagyon szereti a kürtös kalácsot. Interneten ezt adta ki körülbelül első találatnak itt a Siófokon ezt a kürtös kalácsot. Jó véleményeket olvastunk róla, és eljöttünk kipróbálni, itt nyaralunk. A Júlcsi kalácsoda idén először nevezett az év strandétere versenybe. A szakmai zsűri az év felfedezettje díját ítélte oda Julianna és László kürtös kalácsosának. Hatalmas ováció fogadta a Siófoki Balaton Tánc Együttes műsorát Plovdivban. A római kori amfiteátrumban lépett színpadra a 28. Nemzetközi Folklór Fesztiválon a Balaton Tánc Együttes. A siófoki néptáncosok 31 tagja utazott Bulgáriába, hogy válogatást mutassanak be repertoárjukból. A Sonline-nak nyilatkozva az együttes egyik művészeti vezetője, Csuti Péter elmondta, az különösen nagy szakmai elismerés volt számukra, hogy a meghívásos fesztivál programjába beválogatták őket a szervezők. Nyárád, magyarósi, ipolymenti, nagydobronyi, magyarszováti és természetesen somogyi táncokat adtunk elő. A minősítésre összeállított blokkunk is bekerült a műsorba, amellyel kiemelt nívódíjat kaptunk, tette hozzá. Az eseményen bolgár, magyar és szerb táncegyüttesek mellett
kazah, grúz, lett és moldáv tánc együttesek léptek fel. Négy napon keresztül Fonyód a rock balatoni nyári fővárosa. A fesztivál ajtaját csütörtökön a klasszika rúgja be, majd Rudándzsó lép fel saját zenekarával. A négy nap során számos ismert hazai együttes lép majd színpadra. Tizedik alkalommal csapnak a húrok közé rockbandák a Balatonnál, Fonyódon. A szervezők idén is törekedtek a változatos zenei kínálatra. Lesznek öreg hagyományos nagy rockzenekarok, tehát lesz P-mobilunk, lesz Oceánunk, Pokolgépünk, Rudándzsóék, illetve lesznek fiatal feltörekvőink, a Királyhalott. Tehát igazából minden stílusban, minden korosztálynak lesz rockzene a négy napon keresztül. A széles zenei repertoár minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódást nyújthat, állítják a szervezők. Nem véletlen, hogy családjukkal is nagyon sokan érkeznek. Ami a legjellemzőbb az, hogy a családok fesztiválja vagyunk. Tehát 14 éves kor alatt ugye nem kell belépője egy nagykorú felügyelete mellett, és pont ebből adódóan generációk tudnak jönni, mert a P-mobil a 40 felettiek zenekara, de a Király Halottat pedig valamelyik felfedező műsorban láthatták az emberek, és arra pedig a fiatalok jönnek. A városvezetés mindig is törekedett arra, hogy olyan programokat, fesztiválokat szervezzenek a településre, amelyben mindenki megtalálja a kikapcsolódását, szórakozását, legyen az helyi vagy ideérkező turista. Több ilyen rendezvényünk van, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen a Kolbász Fesztivál a 15. alkalommal tudtuk télen megrendezni februárban, a Rock Balaton pedig 10-szer van. Egyéb olyan rendezvényeink is vannak, amik nagy hagyománynak örvendenek, és ez azt mutatja, nem csak azt, hogy egy település élhető, és egy település gondol a kultúrára, a művészetre, a zenére, hanem azt is, hogy hosszú ideig fent tudja tartani, és ebben van nagy szerepük a településeknek és a rendezvény szervezőknek, hogy egy fesztivál, egy program, egy kulturális esemény, egy zenei esemény akár 10-15 éven keresztül fent tudjon maradni. És azért fontos ez a településünknek, mert próbálunk hosszú évek óta minél szélesebb kulturális palettát adni az ide látogató turistáknak és a fonyódiaknak. Ennek az egyik zászlós hajója a Rock Balaton, mind a mellett ilyenkor 5-6-8 ezer ember látogat Fonyódra, tehát egy turisztikai idegenforgalmi szempont is fontos nekünk ez az esemény. A Rock Balaton négy napján számos kísérő rendezvény is várja az érdeklődőket, amelyben központi szerepet kap a segítségnyújtás. Lehet vért adni a Máltai Szeretett Szolgálat rászoruló családoknak, míg a tetovált állatmentők az elárvult négylábúaknak gyűjtenek adományt, de lesz jótékonysági árverés is, amelynek bevételét a fonyódi mentősöknek ajánlják fel. A Nemzeti Kézilabda Akadémia és a Siófok KC között történt tárgyalások eredményeként a NECA férfi M1-es csapata a 2024-25-ös idény hazai mérkőzéseit a siófoki Kis Szilárd sportcsarnokban játsza. Augusztusban már néhány edzés is az új helyszínen zajlik, majd a tervezett program szerint a szeptember 7-i első bajnoki fordulóra kiírt NECA Komló összecsapáson lép először pályára a Boglári Akadémia együttese a Siófoki arénában 18 órától. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy az eredetileg munkacsarnoknak épült NECA sportcsarnok, valamint a mérkőzésekre felállítandó mobil lelátó nem volt optimális élvonalbeli bajnoki mérkőzések lebonyolítására. Fontos szempont volt, hogy egy Balaton-Boglárhoz közeli létesítményt válasszunk, amely könnyen elérhető, hiszen szeretnénk, ha a hűséges drukkerek továbbra is támogatnák a csapatot, ezért igény esetén szurkolói buszok indításával segítjük a mérkőzésekre való eljutást, mondta Mocsai Tamás ügyvezető. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a Siófok KC MB2-es női csapata is ott fogja lejátszani mérkőzéseit, ebben nem lesz változás, olvasható a közleményben, amely a Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapján jelent meg. Magyarok kenyere program, több száz tonna búza gyűlt össze. Kürtös kalács, az év felfedezettje a strandétel versenyen. Rock Balaton, 4 nap, 16 koncert. Ennyi fért mai hírösszeállításunkba, tartsanak velünk legközelebb is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra, vagy YouTube csatornánkra. További kellemes estét, viszontlátásra!